Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a lilium, és ez jelenti az ártatlanságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő szeretne tisztázni veled valamit, és itt látható a szerencse. Amit a lilium még jelenthet, ezek a szexuális témák, és ott van a szerencse mellette, hogy megvan rá a lehetőség, hogy ő erről beszéljen, nyilatkozzon. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ahol szeretne valamit tisztázni, és ebben a helyzetben szerencséje lesz. Amit a torony még jelenthet, hogy fogva érzi magát, mert vannak még bizonytalanságok vagy félelmek, de itt látható a hajó, és szimbolizálja a reményt. Reménykedik abban, hogy kilép ebből a helyzetből, hogy átteszi magát a félelmeken és a bizonytalanságokon. Lehet, hogy tervez egy utazást, de úgy érzi, itt lesznek azért még korlátozások. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt ez a ravaszróka jelenti a hamisságot. Vagy nem volt őszinte eddig veled, viszont itt a gólya jelenti a változásokat, itt van a tisztaság, a tiszta érzelmek, a szerencse. Az jelentheti azt, hogy megváltozik a hozzáállása, másképp fog közeledni hozzád. Ez a ravaszróka azt is jelentheti, hogy eddig nem bízott benned, viszont itt tisztázódik valami, meg lesz a szerencse, lesznek változások. A ravaszróka jelenthet egy hamis szemét, vagy az ő környezetében, vagy a te környezetedben, ahol nincs meg a bizalom, és erről fog őszintén beszélni. Lehet, hogy ennél a bírósági ügynél voltak a hamisságok, de változik a helyzet, itt a remény, és megvan a szerencse. Mi köt össze benneteket? Itt ő látható a képen, és ő irányítja majd a dolgokat. Az a fontos, hogy legyen közeledés, hogy megbíz benne, hiszen látható, hogy vannak nála tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, ami szerencsét hoz, megváltozik a hozzáállása. Az is lehet, hogy tervez veled egy utazást, jelenleg még vannak ugyan korlátozások, de javul a helyzet, itt van a változás. Vagy ez a torony lehet egy nagy város is, hogy oda vezet ez az út benneteket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!